Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én itt most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolonddá az ördögöt. Úgy kezdődött a dolog, hogy a paraszt egyszer kint dolgozott napestig a földjén. Mikor bealkonyodott, hazafelé készült, de mint jó gazdához illik, mielőtt elindult, még egyszer körülnézett, rendben van-e minden. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe? Valami villódzik a szürkületben. Nagy halom parázs izzik a szántóföldje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott megnézni, mi az. Valódi tüzes zsarátnok volt, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején. Csak tán nem kincsen kotlasz, kérdezte az a paraszt. De bizony azon, felelte az ördög, mégpedig nagy kincsen, több abban az arany meg az ezüst, mint amennyit te egész életedben láttál. No, akkor jól van, folytatta a paraszt a beszélgetést. A kincs az én földemben van, tehát az enyém. Nem bánom, tiéd lehet, állt rá az ördög, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van dugig, aranyra, ezüstre akár rá se nézzek, de a föld gyümölcseit nagyon megkívántam. A paraszt gondolkozott egy percig, aztán belement az üzletbe. Rendben van, mondta, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az enyém, ami meg a föld fölött, a tiéd. Az ördögnek tetszett az alkú, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafurt paraszt abban az esztendőben egyebet sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, az ördög jelentkezett a részéért. Kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel? Kérdezte a paraszt. Hogy-hogy? Hüledezett az ördög. A répát? Azt nem, csak a levelét, mondta a paraszt. Nem emlékszel az egyességre? Ami felül van, az a levele. Azt mind elviheted. Nekiállt, s nagy vígan szedegetni kezdte ki a földből a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét. Most az egyszer te jártál jól, füstölgött. De jövőre nem ér a kikötésed, jövőre fordítva lesz. Ami a föld alatt van, az enyém, ami meg a föld fölött, a tiéd. Megértetted? A paraszt vállat mond. Sodorított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta. Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint. Az ördög morgott valamit, s elinalt. A paraszt meg felszántotta a földjét, és az egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beért, nekiállt, s mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta fel a kocsijára, mikor nagy dírrel, durral megjelent az ördög. Hoho! Kiabálta már messziről. Hallod-e? Hékás! Hová viszed azt a búzát? Hoza a csűrömbe, mondta a paraszt. Hát nekem mit hagytál? Kérdezte az ördög. Mindent, ami a föld alatt van, hangzott a felelet. És az ördög nem talált mást, mint a puszta tarlót. Rettenetesen megdühödött, és egy sziklahasadékon át lerucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg a kincs is.